Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazinműsorunkat láthatják. Jövő szombaton az Ajkai Szabadidőközpont ad otthont a Star Factory című tehetségkutató verseny egyik döntőjének. Mi az egyik veszprémi középdöntőn készítettünk felvételeket, ahol az Ajka Padrakút Néptánc Együttes kamaracsoportja is sikerre szerepelt. Az elmúlt 15 évben számos tehetségkutatót láthattak a nézők a televízióba. Hogy jött az ötlet? Hogy gondolták, hogy önök is itt Veszprémben csinálnak egy hasonlót? Kaptunk egy darab ajánlatot, aminek Star Factory volt a címe, és annyira megtetszett nekünk ez az új magyar musical, hogy bemutattuk az évad utolsó bemutatójaként nagy sikerrel. Ez a darab egyébként egy tehetségkutató, egy televíziós tehetségkutató belső világáról szól, egy elképzelt tehetségkutatóról, és mi elég szemtelenül úgy gondoltuk, hogy megcsináljuk ezt az elképzelt tehetségkutatót országos merítésben. Hirdettünk nagyon sok megyei labban, helyi televíziókban, országos médiumokban is, és az lett az eredménye, hogy 100-an jelentkeztek, 3 kategóriában, verspróza, ének és táncban, és ebből 37 produkciót választottunk ki, hogy a nyilvános középdöntőkön a tegnapi és a mai napon itt Veszprémben a Hangvilágban megmérkőzhessenek, és tovább jusson belőlük az a 13 versenyző, a zsűri által megszavazott 13, plusz a közönség által majd megszavazásra kerülő 6 versenyző, akik május 16-án Ajkán, a Nagy László Művelődési Központ színpadán, majd másnap itt Veszprémben a Hangvillában mérik össze 2 fordulóban erejüket, hogy igazából igazságdöntést tudjon hozni a zsűri. Akkor a név az adott volt ezek szerint, nagyjából az is, hogy milyen legyen a kinézete ennek a tehetségkutatónak, de úgy tudom, hogy azért ez rendhagyó abból a szempontból nézve, hogy nem próbálják önök igazítani a szereplőket, tehát tulajdonképpen ide már kész versenyzőket vártak. 2 dolgot nem szerettünk volna. Egyrészt, hogy show műsorrá tegyük a különböző versenyszámokat, tánckarokat szervezzünk az énekesek mögé, különböző zenekarok, különböző stylistok dolgozzanak a versenyzőkön, és nem akartuk sem külső, sem főleg belső szempontból megváltoztatni őket, nem akartunk, a zsűri nem szeretett volna, és a rendező Pannonvár Színház sem szeretett volna mindenféle trendi előadó művészeti stílusokat ráerőltetni a versenyzőkre, nem szerettük volna őket tanítani. Arra voltunk kíváncsiak, hogy ők a maguk tehetségével mit tudnak elérni. És rengeteg ős tehetség mutatkozott meg, nagyszerű produkciók, és szerintem elérte a műsor, így a döntő előtt már mondhatom a célját. Milyen produkciókat láthattak itt a nézők? Hú, ezt elsorolnám, ugye a 37 produkciót most fejből nem tudnám, de valóban nagyszerű egyéni produkciókat láttunk. Láttunk kitűnő csapatmunkát, Ajka TV-nek mondom, az Ajka Padrakút Tánc Együttest, emeljük ki, akik egyébként bejutottak a döntőbe. Láttunk egy nagyszerű veszprémi rap csapatot, igazi ős tehetségek, mindenféle előtanulmány nélkül a halhatatlanok. És mint említette, volt olyan versenyző, aki több kategóriában is megmérette magát, többen voltak, akik 2-ben, és volt egy székesfehérvári fiatalember, aki 3 kategóriában is merészelt a zsűri és a közönség elé állni. Tudom, hogy a zene mellett a néptánc se áll messze öntől. Ugye Ajkáról jöttünk, Ajkáról jött az Ajka Padrakút Néptánc Együttes, és hogy látta az ő produkciójukat?
Hát hála Istennek azért ez a barátság a táncegyüttessel, annak vezetőjével ez egy nagyon hosszú és sok érzelemmel és emlékkel gazdag időszak, amire mindig szívesen gondolok. És kritikus is tudnék lenni szerintem, hogyha nem gondolhatnám azt, hogy az Ignác személyében egy nagyon komoly és klassz táncpedagógus vezeti az együttest, amit mi sem bizonyított jobban, mint az a három legény tánca, a szó legszösebb értelme, amit ma láthattunk. Valamiért ez a térség nagyon jól vizsgázik a hagyományőrzésből, és én nagyon bízom benne, hogy ez a hagyományőrzés elegendő lesz ahhoz, hogy azt az üzenetét megértsék a helybeliek, a néptáncnak és a népzenének, hogy pont hogy a más eszmerendszereknek a széleskörű befogadása teszi ezt a kultúrát olyan csodálatossá és izgalmassá. Nem a homogén, hanem a heterogén jellege. És nem a szélsőségek választása hoz boldogságot itt hosszú távon, hanem pont az, hogy olyan színesnek tudjuk megélni a világot. Ez olyan izgalmas, ezért van az, hogy az én holland, francia, német, kicsit merev, kicsit fakó barátaim itt mindig kiszínesednek, és nagyon élvezik ezt a közeget. Ez a gazdag Pannon táj, ami nektek megadatott, és ahol élhettek, ez mind-mind visszaadja ennek a kultúrának az összes kincsét, függetlenül attól, hogy most egy erdélyi dialektust láttunk, vagy éppen egy felvidékit, vagy egy szatmárit, vagy a Dunántúlnak a megint csak végtelen izgalmas stílusát. Én azt hiszem, hogy a nép mindig okosan dönt, és hogy ez a műfaj ilyen sokszínű tudott lenni, az pont annak az előbb említett sokszínű bolygónak a visszaadásnak, az élménynek a megélése. Én nagyon büszke vagyok a Padrakuti együttesre, és nagyon örülök, hogy végül is tulajdonképpen az ő szereplésük egy önálló kategóriát hívott életre. És ez szerintem ez már egy főnyeremény. Ha az ajkai közönség szeretne ott lenni a döntőn, hogyan tehetik ezt meg? A Nagy László Művelődési Központban vagy a Pannon Várszínház értékesítési pontjain kell jelentkezni. Nagyon várjuk a fiatalokat is, minden korosztály természetesen. Azért emeltem ki a fiatalokat, hogy kapjanak kedvet ahhoz, hogy önmagukat megmutassák, mert teljesebb emberek lehetnek. És az Ajka Padrakú Tánc Együttes.